Sziasztok! Sziasztok! Folytassuk a Matrixot, hiszen múltkor elkezdtük, és természetesen nagy érdeklődésre tartott számot. Én nem csodálkoztam ezen, hiszen azért mégiscsak ez egy kultfilm. Nagyon jó dolgokat írtatok róla. Nekem az is tetszett külön, amikor az egyik nagyon sok kommentet író követünk, hát hogy úgy mondjam, kicsit lerántotta a leplet, hogy már ő több egyszerre megnézve a Matrixnak a filozófiája már nem olyan mély neki. Élvezettel olvastam egyébként ezt is. Nagyon sokan meg leírták, és én ezt tudtam, hogy a második, harmadik rész az nagyon bóvli. És az egy ezzel semmi az nem értek egyet. Nézd, én akkor itt rögtön a videó elején elmondom, hogy ezt gyorsan tisztázzuk, és akkor a Gyurit is persze már is meghallgatjuk. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem a második, harmadik rész filozófiában természetesen nem tud a nyomába se érni az első résznek, viszont te és én is szerintem élvezettel merülünk el egy ilyen nagyon önazonos, jól megkonstruált science fiction világban. Szeretjük Zion városát, meg akarjuk nézni, hogy a gépek honnan jönnek, mögé akarunk nézni a mitológiának, és ezért örülünk, ha folytatódik. Ez az egész film tökéletesen építi tovább. Az meg, hogy valaki ugyanazt az élményt várja, tudod, valamitől, ami egyszer használatos poén, de nem tudom. Hát nézd, én megértem. Egyesek a fokozást várták, azt várták, hogy majd überelje a látványt is, meg mindent. Nem értem, hogy ez mi ez. Hát a látványt überelhet. Én szerintem a látványt bizonyos szempontból sokan azt mondták, hogy ez elhasalt azon a téren, hogy nem tudta fokozni a látványt, szerintem még a harcjelenetekben is fokozta. Hát ne viccelj, én moziban láttam, én is, gondolom te is. Lehet egyébként, hogy ezt is együtt láttuk valamelyik részt. A második, harmadik részt is moziban láttam, sőt, bocsánat, a második, harmadikat moziban láttam, az egyet nem. Jó. És nyilván őrületes. Tehát akár csak a második résznek ennek, amiről beszélünk, az autópályás jelenete, tehát hogy ez egy korszakalkotó jelentőségű dolog. Fantasztikus volt az autópályás. És csak egyik jelenetet mondtuk. Egy gagyi van, egy dolog van, ami nagyon avittas, és az a kicsi a rakásos gondoltam, harc, hogy ezt fogod mondani, igen. De igen. Egyébként engem az se zökkent ki, csak azon látod egyértelműen, hogy van, meg egyébként ott... Hosszú egy picit, nem? Igen, meg ott tényleg elszálltak. Igen, tehát, hogy ott kicsit. Az már indokolatlan, meg ott én arra gondoltam, tudod, miközben néztem, hogy tehát, hogy látjuk, hogy ömlenek be, ez. Tehát, hogy megáradt a tenger, és igen. Se vége, se hossza, már rég le kellett volna lépni a felénél a Neónak, nem volt értelme harcolni. Nem, és ezt egyébként a szereplők ki is mondják. Valaki mondja, hogy Neó, most már induljunk, tudod, és hogy így teljesen egyértelmű, hogy nem tudnak elbánni egymással a felek, és akkor a Neo végül is kilövi magát, és elrepül. De el tudtak hogy... volna bánni a Neóval szerintem. Jó, hát egyébként, hogyha enged, vagy hát, hogy, ja, mindegy, nincs kifejezett jelentőség, el van nyújtva, és ennek a résznek talán egy kicsit a hátránya lehet az, hogy, és ezt is valaki leírta, és egyébként azért ezt helyesen tette, hogy itt már egy picit az érzelmek bóvlivá teszik helyenként a tartalmat, mert egy picit túlságosan gagyivá kezd válni a megváltó és a Trinity közti szál. Nyilván ennek az epizódnak egy csodálatos dolga az, hogy a Smith-t látjuk a Matrixon belüli önálló gonosszá válni. Tehát egy nem a Matrixból fakadó gonosszá válni, egy ténylegesen antikrisztussá magasodni. Ez nekem tetszik. Én nem fogom azt mondani, hogy ez nem tetszik, mert ez nekem tetszik. Igen. Egy remek antagonista lesz ő. Érdekes a Smith, mert az ő kritikája az emberi társadalom felé az spoton, tehát hogy az teli találat. Viszont ő maga egy véglény. Engem tökre zavar. És engem egyébként zavar a design is, az a megoldás, hogy azt kell nézni, hogy 600 külön Smith van. Ez nekem rohadtul nem jön be. Én nekem sokkal jobban tetszik, hogyha egy valaki van, és azzal harcolsz, mint ez, hogy 5 millió mindenhonnan jönnek, tudod? De mondom, még rosszabb az egészben az, hogy ő csak az ego. Tehát, hogy ő csak habzsol. Ő hát mindent föl akar fogni, és ennyi. És ez annyira egy, tudod, ilyen, ez nagyon egysikúvá teszi, és ebben a részben, oké, tehát hogy az első rész az ugye arról szólt, hogy mi a Matrix. A második arról szól, hogy már kérdéseket teszünk fel, hogy miért, mi miért. Csomó mindennél elhangzik ez, hogy miért. Hát meg a döntés, ugye ez a legfontosabb kérdés ebben a részben, hogy a döntés, és akkor elhangzik az, hogy a döntést már meghoztuk, most arra kell rájönni, hogy miért döntöttünk úgy. Ami egy jól hangzó filozófia, de azért ez is egy konyha filozófia. Jó, sok ilyen konyha filozófia. Valami jött kérdez az orákomtól, hogy maga miért van itt. Uh-huh. És akkor az meg azt mondja, hogy azért vagyok itt. Igen, és igen. Meg azt mondja, hogy azért vagyok itt, mert itt kell legyek. Igen, szóval ezt a kulcskészítő is elmondja. Igen, hogy ő is azért tudja, mert tudnia. Ez a feladata. És ez elkísér minket majd a harmadik részhez is, hogy ott az arab programmal, vagy indiai programmal, bocsánat, igen, beszél is, és mondja, igen.
Tehát, hogy igen, és közben ez egy nagyon jól hangzik, de hogy közben... Ez szerencsesüti... Igen, ez szerencsesüti filozófia. Tehát ezért mondom, hogy ezt föl lehet róni ennek a filmnek, de szerintem itt már te se, tem se, én nem azért néztük ezt, mert a végtelen mezők fölött akartunk megdöbbenni, mert azt már megdöbbentünk. Ja. Tehát, hogy igen. Tény, hogy itt már nem marad akkora megdöbbenni való, de például tetszik, hogy voltak másik neók, voltak másik kiválasztottak. Igen. Ez egy súlyos ez kérdés. Egy nagy leforrázás. Igen, és hát azért, na, tehát, hogy az de a beszélgetés... De várj, bocsánat, még de nem ide a legeslegvégére ugrottam sírtán, de még annyit akartam mondani, hogy a Neóban itt zavar, mármint sokan ezt szeretik a Neóban, hogy ő emberi. Hogy ő emberi, hogy ő nem tökéletes, hogy ő... Szírták valóban. Igen, de nekem nem tetszik az, hogy a Neo itt semmit nem tud. Tehát, tehát hogy az elejében van egy kis, az első részben van egy kis fejlődés, ott ő így magasabb szintre lép, mármint spirituális értelemben, és itt meg igazából csak válaszokat keres, és tényleg csak így, tehát hogy ő neki megmondják, hogy mit kell csinálni, és ennyi a Neo itt. Ez nagyon rossz. Hát akkor te osztod a véleményét a egészen csodálatos Merovinginek egyébként, az is egy óriási szereplő, és a... Ok. Igen. Nincs semmiféle ok. Óriási, csodálatos, különösen magyarul. Hát ő elmondja ezt, már nem egy ilyen, nem emlékszem, hogy ebben a részben, vagy ebben a másikban, mondja, hogy igen, ezt. Maguk semmiben, csak azért jöttek ide, parancsot cselekednek. Ezt rovott föl a Neónak, joggal egyébként valóban a Neó szerepe, bár ezt egyébként már múltkori részben is említetted, és nem is nagyon akartam vitatkozni vele, tehát hogy nem olyan érdekes megváltó ő. Nem. Tehát azért most, hogy én a képességei Jézus... érdekesek. De hát ennyi. Így van. Meg én azért a Jézushoz hasonlítottam, mint kiválasztotthoz. Hát azért Jézus mond ezt, azt a Neo tényleg keveset mond. Igen, a Neo az csak egy végrehajtó valaki. Ez tény. Akitől csodát várunk, de ő maga azt se tudja, hogy mit miért csinál. Igen, igen. Ja. Minden esetre... Van vonzó ereje ennek a filmnek. Az egyik az, hogy bemegyünk ténylegesen a föld alá, és látjuk Ziont, és jó az társadalmat látni. Van azért itt is egy remek kis beszélgetés, amikor a gépek miben létéről társalog az a nagy szenátor. Igen. A Neóval. Az jó. Tanácsos. A tanácsos, az remek, az nagyon jó, hogy igen, kiszolgálunk itt. Ráébred, igen, igen, ez jó. Az egy remek hát ez egy függőség, persze. Na, persze, így van. Az de az is jó, ott nagyon jó, amit a Neó mond. Mert mondja, hogy mi kikapcsolhatjuk ezeket a gépeket, ez nekem úgy tetszik, igen. Csak utána erre tromfol a tanács. És igaza van, persze. Igaza van. Bár a Malevile, ami sokszor idézett kedvenc regényünk, meg arra egy jó példa, hogy újra tud azért kezdeni az emberiség, csak hát akkor a nehéz utat kell választani, és hogy akkor jön újra a barázdaszántás. Úgyhogy ez van. Még egy pillanatra térjünk ki a Morpheusnak erre a vakhitére. Hát igen, mert az egy érdekes dolog. Ez egy érdekes utazás neki, vagy a számára, mert akkor lesz érdekes, amikor így leforrázzák. Mert addig a Morpheusnak az útja az a teljes meggyőződés. És ez nagyon kényelmes út ilyen értelemben, nagyon biztonságos. Ő maximálisan hisz a proféciába, kész. Mindennek értelme van így. De amikor ezt kirántod alóla, az tök jó nézni azt az apart. Én ezt imádom. Ez kell ahhoz, hogy egy egyén fejlődjön. Hát azt maguk a vallásos emberek is mondják, hogy... Ugye a hit próbája az, hogy amikor elveszíted, vagy amikor kétségbe vonódik, vagy amikor tesztelve van a te hited. Szokták mondani, hogy van egy ilyen mondás, hogy a zuhanó repülőgépen mindenki hívő. Hívő lesz. Vagy hívő lesz, igen. Na most nézd, neked, mint ugye, most fogalmazunk így, hogy a túlvilági létben nem feltétlen hívő embernek, nyilván ez egy külön öröm, hogy milyen az a... De nem kár örvendés. Nem is gondoltam. Mondjuk. Nem is gondoltam, hanem hogy jó nézni azt, hogy mert igen. Így lesz érdekesebb igen. Az a karakter. Ugyanakkor annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért ez nem feltétlenül belülről nézve nem feltétlenül könnyű, vagy nem feltétlenül kényelmes. Tehát azért a hívő ember sokat kockáztat, mert ő ráteszi az életét valamire. Tehát, hogy nem... Ez, amit sokszor mondtuk már, ez a hitugrás, úgy hívja az angol, ez a leap of faith. Leap of faith, hogy azért a semmibe ugrasz te. Más kérdés, hogy igen, neked meg igazad van a te nézőpontodból, hogy ja, hát ez így könnyű, hogy akkor te most mondjuk, hogy jó ember vagy, hogy hiszel valamibe, és akkor a Neót ezt, vagy a Morpheus-t ezt mozgatja. Hát igen, a Morpheus, ez olyan, mint amikor a Mel Gibson mondja a Jelek című filmben, ugye, hogy két, alapvetően ez két ember típus van. Igen. Az egyik jeleket lát az égen, a másik meg csak egy fényt. Igen, tehát, hogy Morpheus próbára van itt téve, és hát a mese őt igazolja aztán persze, már az első részben is, de ez olyan, hogy én szerintem az igazi hívő az akkor is hisz, amikor
által a hitvilágot romba dőlni látja maga mellett. Hát az az igazi hívő. Tehát aki nem azt fogja mondani, hogy húha, húha, most akkor a profécia nem vált be, és akkor én hirtelen nem hiszek, hanem azt mondja, hogy hát elnézést kérek. Tehát, hogy én ennél mélyebb forrásokból táplálkozok. Nem baj, hogy ezen tudunk gondolkozni. Ugye itt az előző rész kapcsán többen írták, hogy nem említettük ezt a transz dolgot, amit a Wachowskik nyilatkoztak. Nem tudtuk, vagy én nem tudtam. Mert hát ugye ők mondták ezt, hogy ez valójában egy transgender világ van e mögött, és világlátás. Én ennek utána olvastam, és igazából ebből annyi volt a koncepció, hogy van a Switch nevű karakter még az egyben. Az Épok és Switch. Az Épok és Switch, a Switch a szőke csaj, és hogy az lett volna transgender, aki ugye az ő világukat jelenítette volna, meg ugye ebből is a név, hogy Switch, és ez azt jelentette, hogy ők ezt úgy képzelték el, hogy az a realitásban, a kis hajón, ugye a Nabucodonosoron egy férfi, de amikor bemegy a Matrixba, akkor női alakban van jelen, mert hogy ő az akar lenni. Értem. De aztán ezt azt mondták, hogy ezt így a Warner Brothers nem nagyon lájkolta be annó, akkor, és akkor még... igazából azt mondták, hogy akkor még nem állt készen a világ arra, hogy ezeket a gondolatokat közvetítsék. Ennyi. Ennyi, ez ennyi. Én azt hittem, hogy emögött nagyobb filozófiai dolog van, tudod, hogy igen, az egész gondolkodás, meg minden a háttértörténetet, ez határozza meg, de ez valójában csak ennyit akartak, hogy berakni egy karakter. Örülök, mert most ezt az egészet, hát nyilván nincs okom és jogom sincs kétségbe vonni az alkotóknak bármiét, de azért most így utólag ráhúzni erre az egészre, hogy ez az egész a transz bármi. Persze, az hülye hangzott van, de különben, ha... A durva az, hogy ha valahova, akkor itt ez tök érdekes lett volna, ezt komolyan mondom, hogy benn van, mert ez milyen érdekes láttatás, hogy van egy ember, tudod, és itt akkor a fantázia világban így látod őt, hogy ő hogyan látja saját magát. Szerintem ez egy tök érdekes ötlet. Ezt tényleg be lehetett volna rakni. Most ki tudja, hogy mit váltott volna ez ki 20 éve. Szerintem ma meg már biztos bele fognak ilyet rakni. Ja. Múltkor beszéltünk erről ugye nem a Shang-Chi, hanem az Eternals kapcsán egy nagyon jót, és teljesen sok komment jött. Hát az egész kérdés körül, hogy mi szerepe van egy filmben egy ilyen dolognak. Na szóval itt lett volna, szerintem. Nem tudom. Talán. Hát én nem tudom, nekem semmiképp, mert valahogy én úgy vagyok vele, hogy igen, hogy talán érdekes lett volna, hogy ilyen is van, miközben tényleg számomra nem erről szólt. A történet szempontjából nem lett volna jelentőség. Igen, tehát hogy az egész számomra, és akkor itt vissza is kanyarodunk, vagy hát el se kanyarodtunk tőle a Matrix 2-höz, vagy a Reloadedhoz, hogy hát itt ez egy szabadságharc, ami folyik. Tehát a gépek elleni szabadságharc meghintve egy proféciával, és annak a tesztjével, hogy az a profécia tényleg igaz-e, vagy egyáltalán mi az, hát emellett engem ez semennyire nem motivál, ez... vagy nem érdekel. De egyébként valóban annyiban igazad van, meg teljesen létjogosult az, amit mondasz, hogy igen, biztos lenne egy olyan, most tök mindegy, hogy genetikailag úgy született, vagy a neveltetése miatt vált azzá, hogy valaki nőnek érzi magát, és akkor gondolkozhatunk ismét azon, hogy ez mi. Ja. Tehát, hogy... Hogy a történet szempontjából ez így súlytalan lett volna, azért lehet, hogy azért sem rakták bele, fene tudja. Hát én örülök neki valóban, mert ez egy ajánlatalanság. Mint ahogy én múltkor is jeleztem az Eternals-nél, és hát végülis ebben meg is egyeztünk, meg sokan írták is, hogy azért ez a férfi csók, ami ott van, hát hogy ez, még hogyha idézel is ezt az arab csávót, akit mondtad, hát ezért ez egy aránytévesztés. De mindegy. Hát nem aránytévesztés, hanem... Nekem. Nem kellnek, tehát hogy nincs annak semmi, ez semmi között. Hát igen, igen. Az egy kívülről odarakott dolog. Igen. Mindegy. Ja. Visszatérve a Matrixra, igen. Ami nekem és ilyen külsőségek, pár apróság. Egyszerűen imádom itt a harcokat, imádom az ikreket, bár nagyon taszítóan néznek ki, tehát nagyon, nagyon szimpatikusak. Az is tetszik, hogy vannak vámpírok. Igaz, hogy csak egy pillanatra lábjegyzetek, de olyan jó, hogy ez így be van építve. Nagyon mindig, jó. Amikor szellemet látsz. Igen. Ez egy csodálatos gondolat. Ez remek. Tök jól építi. Ezért mondtam, hogy nekem, én imádom a második, harmadik részt is, mert annyira tovább gazdagítja ezt az univerzumot. Feltétlenül. A Morpheusnak a harca az egyszerűen csodálatos a felüljáron, vagy mi az autópályán. Hát öregem, a szamurájkard előkerül. A szamurájkard, és az a magabiztosság, tudod, hogy ott nézve, megőrülök ettől. És amit még külön szeretek ebben a részben, az a Daniel Bernhardt, aki a fő ügynök itt. Az nagyon jó. Az a csávó annyira kemény, mint igen, az állat. Igen, az nagyon jó. Az a kedvenc ilyen harcművészem az egyik, a Donnie Yen meg ő. Ja. Én őt annól láttam a Mortal Kombat Conquest című sorozatban. Ő volt a száműzött harcos Zero.
De tényleg a Kung Lao-nak a nagy társa volt, de és jó. Ez a csávó kőkemény öregem, és a legjobban kinéző ügynök, tehát hogy ő a legfélelmetesebb arcú ügynök is. A mellette levő kettő azok olyan botarcok, ja, de azok is jó. Kemények, de na, ja. Mindegy. És ez a csávó amúgy ugye benne van, tehát hogy ő nagy haverja is szerintem a Keanu Reevesnek, mert hát ő a John Wickbe is összecsap vele az első részben. Ő ja, tényleg. Igen, tényleg. Ő harcolott a John Wickbe. Csak ott már azért idősebb. Hát egy kicsit idősebb. Igen, ja, ja. Nagyon igazad van, és hát azért itt már megjelenik a Seráf, és azért később majd, vagy az a harmadik, nem, itt van a Seráf. Igen, de a Seráf engem annyira nem érdekel. Hát azért Seráf nagyon jó, küzd. Jól küzd, amúgy azt hiszem nem ő volt régen a Liu Kang, a Mortal 1-ben. Ezt én nem tudom neked megmondani, és kicsit örülök neki, hogy nem tudom már megmondani. Nem biztos. Jó, mindegy. Mindenesetre nagyon jó a Seráf is. Jó a Seráf. Remek harcművészeti koreográfiák vannak itt. Tény. És tudjuk, hogy te ezt nagyon szereted, és miattad egyébként én is nagyon megszerettem a kevert, meg a sima harcművészeteket is, K1-et. Meg hát a filmekben én is azért mindig szerettem a Jackie Chan 10-et. Ez nagyon jó volt, nagyon néz ki. De visszatérve egy pillanatra Daniel Bernardra, vagy Bernhardtra, szóval nekem ez a bajom a Smith-szel, itt kezd el bajom lenni a Smith-szel, hogy én sokkal jobban élvezem azt, amikor ez a három klasszik ügynök vadászik rájuk az autópályán. Érted? Mint azt, hogy bejön 10 millió Smith, és a Smith-ek lemásolják ezeket az ügynököket is. Az annyira kiábrándító, és azt hiszem ebben a részben van az, hogy ebben a részben, vagy a záró részben van az, amikor belemegy a Smith egy élő karakterbe, és megtámadja a Neót, tudod, az életben. Ebben a részben, az ebben a részben? Derül ki. Hát nem, igen, nem, 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 nem. Ez ennek a vége akkor, jó, nem? Azt tudja, hogy a harmadik részben van, amikor már megvakítja a Neót, tudod. Hát az már ott van, persze, de már itt belemegy ebbe. Hát jó, hát megpróbálja itt egyszer megölni. De hát igen, de hogy már ott van benne. Tehát ja, jó, belement, mondod, jó, igen. Mondod, tehát szóval itt már benne van. Tudod, ami abból születik, az sokkal érdekesebb, mint a Matrixon belül az ezt a 10 000 Smith. Értem. Az az egy harcuk a valóságban, és amikor az, tudod, amikor már megvakította Neót, és mondja, hogy lássa az ellenségét, és ahogy látjuk, hogy... Igen, igen, de majd arról beszélünk valamelyik részben. De azt értem, amit mondasz, viszont szerintem a Hugo Weaving és a Hugo Weaving magyar hangja még mindig annyira jó. Csodálatos. Én képtelen vagyok unni. Tehát felem bármit csinálhat, és bárhány. Ebben a részben, amikor megjelenik az elején, igen, a Hugo Weaving, a Smith, ahogy beszél, az a szinkron szinten csodálatos. Csodálatos. Ahogyan beszél, az olyan vészjós. Igen, nagyon igen, durva. Nagyon, meg ahogy egymással is beszélnek, nekem az is tetszik. Na, hát azért nem pont ugyanúgy. Tudod, nagyon-nagyon. Tehát ez az ember egyébként tényleg ez egy remek tehetség, és lubickol ebben az egészben, és ezt én még részeken keresztül elnéztem volna. Úgyhogy emiatt engem ez annyira nem zaklatott. Igen, én mondom, csak annyit akartam ezzel mondani, hogy amikor az autópályás harc jó, van, jó. És eleve ott vannak az ikrek, és az ikrekkel küzdenek, és az, amikor megjelenik a Daniel Bernard oldalról, uh-huh. És átugrik a kocsira, tudod, akkor az a régi Matrix 1-es fenyegetés jön be. Igen. Az a mint egy Terminátor, olyan érzésed van, hogy jön a Terminátor, igen, akit nem lehet megölni, és igen, félsz, igen. És a Smith az mást vált ki belőle. Ja, meg ott, mivel főleg a Neóval csap össze, ezért nincs benned igazi félelem, ja, hogy mi lesz benne. Ja. Ezt én elfogadom teljesen. Ha már behoztad ezt, hogy a valós síkra átjön a Smith ügynök, egyébként szerintem ez egy szerintem az óriási ötlet, már csak ezért is jó igen. Ez. Amit én is, hát most nem az, hogy fájlalok, de azért valaki bedobta itt egy kommentbe, hogy a második részben ugye kiderül, hogy a valóságban, tehát a Matrixon kívül is vannak erejei a Neónak, tekintettel arra, hogy a rész végén megállítja ugye a gépeket. Hát nézd, most bármennyire is science fictionről beszélünk, végül is az első rész, mivel a Matrixon belül történnek fizikailag nem kivitelezhető, vagy részben kivitelezhető dolgok, ezért itt egyáltalán nincs az az érzésed, hogy te bármennyire is egy mesét nézel. Hát valós érzésed van, ami egy kifejezetten hatalmas érdem egy science fiction-től, hogy a fiction részét is science-ét tudja tenni. De azért a második részben, tehát az, hogy a Neo tényleg Jézus, az erejét tekintve, tehát csodákat tesz, jó. Azt semmi nem indokolja, ott kilép a medréből, de nem kell ezért nem szeretni, csak én megértem, ha valakinek az agya itt azt mondja, hogy jó, akkor én ezt nem kérem a továbbiakban. Itt válik ténylegesen a kiválasztottá a Neo, bár tény, hogy már az első részben mondja a Morpheus, hogy
ugye az elméjével tudott dolgokat tenni a Matrixon kívül is talán. Igen. A Baby. Hát azt nem tudom, hogy vagy nem tudom, hogy a Matrixon kívül is. Na mindegy, ez érdekes. Szóval ez tetszhet, vagy nem tetszhet valakinek. Én nekem meg annyira tetszik ez az egész világ, hogy engem őszintén szóval nem érdekel ez, vagy nem borít ki. Már csak azért is, mert egyébként ennek a filmnek az egyik, tehát hogy a fő kicsúcsosodása az a versenyfutás az idővel, ugye, hogy robban az a bizonyos bomba, és ami, hát nekünk volt a legelső videónk a Gyurival, az egy fantasztikus videó volt, ami még föllehető. Ez föllehető az én nevem alatt az egyébként. Az volt a neve, hogy Matrix Hybrid Trailer. Így van, az az első közös munkánk a Gyurival, érdemes fölkeresentek az én nevem alatt fut. Ne. Nagyon gáz, borzalmas gáz, de csodálatos. Az egy alternatív Matrix Reloaded trailer, és egyszerűen pazar. És abban van ugye az a híres monológia a Morpheusnak, hogy we are soldiers. This is a war, this and is a we war. Are soldiers. Ez nagyon jó. És egyébként ennek a bemutatója, a trélere, az egy művészeti élmény volt megint csak a maga idejében, meg most. Na, és hát hova viszel minket ez ahhoz a bizonyos ajtóhoz, amihez nincs kulcs, vagy nem tudom, mit mondok, vagy van kulcs hozzá nyilván, de az ajtó, ami fényben úszik, fénykelve, hát az építészhez, az architekshez, amit a Gyurival megidéztünk százszor, én tanórákra vittem be az ottani szövegeket, félig poénból, mert annyira vicces, amikor benyomod egy töri órán azt, hogy ha elmém kevésbé, ha elmém korlátolt lett volna, vagy ha képes kiszabadulni a tökéletesség bűvköréből. Tehát ilyen mondatokat annyira jó bedobni bárhol. Az építész egy csoda. Egy csoda volt egyébként az ő kicsúfolása a horrorra akadva. Tényleg, három, vagy marha nem jó tudom volt. Hány című, vagy gyönyörű. I am the architect, and please call me Larry. And this is Linda. És aki megsimogatja a széket. Gyönyörű. Gyönyörű az is, és teljesen mindegy, hogy itt is van konyha filozófia, vagy izé, nagyon jó, amit mond, és remek, ahogy a Neót, aki itt egy kicsit a lélek embere, szembesíti a szellemmel, mert itt a szellem meg a lélek találkozik, szerintem. Inkább a hússal szembesíti talán. Ez érdekes. A hús valóságával. Tehát miért hússal szellemmel? Hát mert a Neo itt ösztönösen cselekszik, érted? Tehát, hogy elkezdi magyarázni azt, hogy mi játszódik le a testébe, és ennyi. És akkor most el is érkeztünk itt a döntéshez. Mi is elérkeztünk. Amin azért páran kiégtek. Sokan. Tehát nagyon itt nagyon gyors a reakciója a Neónak arra vonatkozóak, hogy jó, megyek a csajom után, és ennyi. Holott a másik oldalon ott van az emberiség megtartása. Hát igen, itt a hit, tehát hogy a vakhitnek is lehet mondani, illetve az, hogy a Neo hiszi azt, hogy nem igaz az, amit mond a építész. Hogyha elhiszi, hogy az egyik irányba megy, és akkor megmenti Zion-t, és akkor újra indul a föld, tehát magyarul megmenti a földet, a másik oldalon meg csak a Trinity-t menti meg. Ha elhiszi nem, ezt... Nem ez a kettő van mérlegen, hanem az egyiken az van, hogy mindenki meghal, akit ismer, és kiválaszt 12 embert, és újra... Igen, újra indítja föl. De a másikon az is benne van, hogy esetleg az Ion-t megmenti. Nem. De. A másikon az van, hogy az Ion elpusztul, de és az, megmenekül a Trinity. Na jó, de az nem hangzik el, hogy már elpusztult, tehát hogy... Nem hangzik el, hogy már elpusztult. Meg egyébként az sincs benne, hogy megmenekül-e a Trinity, vagy sem. Hát igen, megmentheti a Trinity. De az építész azt mondja, hogy az sem igaz, tehát hogy a Trinity esélye nincs megmenteni. Hát jó, jó. Minden esetre az egyik irányba van a Trinity, a másik irányba meg a Bide. Nem, az egyik irányba van Mako, de az egyik irányba van a Trinity, és mindenki más, aki ő meg is véd. Tehát akikért harcol, azok még akkor élnek. Hát jó, Gyuri, de... Tehát Zion, mint a 24 óra múlva fog csak elpusztulni, Gyuri, érted? Az ki van mondva, hogyha abba az irányba megy, akkor nem teljesíti be a küldetését, már pedig az ő küldetése, mint kiválasztotta, a funkcióját, teljesen mindegy, hát nyilván a gép... Mert az ő küldetése más. Tehát... Jó, tök mindegy. A lényeg az, hogy az ő funkciója, én kukacoskodok, az az, hogy léte... Ha a Trinity irányába van, akkor ennek a bolygónak vége, akkor tehát az emberiség helyett a Trinity-t választja, ha... mondjuk ki. Én nem így vagyok. Na mondd. Tehát szerintem nem csak azt választja, hanem szerintem a Trinity-t, mert egyébként, ha csak a Trinity-t választaná, akkor én kurvára kiakadnék, ha nem, és azt mondom, hogy ez egy fasz.
Hát akkor kiakadhat szám, mert a filmben nem, ez van. Nem, szerintem. Hát ezt üzeni a film. Nem ezt üzeni, csak te akarod ezt látni. Nem, ez hát, nem, ez kimondják nem, a filmben. Ez nem ennyi. Te nem érted, hogy azzal, hogy a Trinity-t megmenti, igen, mert a Trinity után indul, azzal ő még megpróbálja megmenteni Zion-t is, mert Zion akkor még él. Nézd, ez csak ő nem fogadja el az újratervezés rendszerét, ennyi, ő arra mond nemet, de ő megpróbál, tehát ő szerintem ebbe is hisz, hát hogy meg tudja védeni Zion-t, hát, és Zion nem fog elpusztulni. Ezt én nem kétlem, de amikor ott ülsz a Matrix alkotója előtt, aki szemlátomást éve, Ionok óta létezik. Kortalanul szemléli a világot, és látott már, mit tudom én, 6 vagy 7 neót, és ciklusonként megkülönbözheti az időszakokat a történelemben az egyes neók fölbukkanását tekintve. Tehát nyilván itt a Neo előtt az a választás van, hogy elmegy és megmenti a bolygót a népességével együtt, azáltal, hogy újra teremti, újraindítja az Ion, vagy elindul, hát ezt mondja neki, tehát ő ebből tud kiindulni, hogy oda mész öreg a csajhoz, és még egyszer megcsokkolod, de valószínűleg akkor ezzel együtt elpusztul az egész bolygó. Mert a gépek átveszik az uralmat föl. Tehát ez a jelen, ez a döntés. Hát de ő, aki választott, ő lehet, hogy úgy van vele, hogy ő meg vissza tudja verni a gépeket. Mit tudom persze, én? Persze, én is tudom, hogy ebbe is hisz. Hát nyilván ebbe is hisz. Én ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem hiszem el, hogy pusztán csak a nő miatt választja azt az ajtót. Hát már pedig az emberek többsége ezért akadt ki ezen, mert a film... Az végtelenül primitív lenne, ha ez lenne az igazság. Hát én úgy gondolom, hogy tehát a narratíva ezt kínálja föl a Neónak. Tehát ez minden idők leggyorsabb döntés arra, hogy pusztuljon az egész világ. Tehát... Most mit mondjak? Nem voltunk még hasonló helyzetben, és jó, tudom, bizonyos de... helyzet, bizonyos szempontból nem is leszünk, bár ugye van a pszichológiának egy ilyen tesztje, ami csak részben hasonlítható ehhez, tudom, hogy van az égőház, és ugye az égőházban az egyik irányban az anyád van, a másikban meg a feleséged, és akkor ez hivatott tesztelni azt, hogy te merre mész, és nyilván az az egészséges, hogyha a feleséged irányába mész. Na jó, de érted, tehát, hogy itt egy kicsit az van, hogy akkor te most kit választasz, vagy akár a Joker, ugye az embereket a hajón ezeli a döntés előhozza, hogy vesztenek el a bűnözők, vagy vesztenek, mindegy. Nyilván itt ez a döntés jó, a Neo pedig a reményt követi, és akkor itt van, hogy azt mondja, hogy az emberi önálltatás quintesszenciája, ami egyszerre tud a legerősebb és leggyengébb oldalatot venni, már a Csokonai Vitéz Mihálya Reményhez című versében elmondja, hogy égiekkel játszó földi tünemény, nyilván a Trinity irányába megy, és a szellem embere, hogy Gyuri azért egy szellemhívő, kevésbé, mint amennyire lélek vagy spirituális hívő, azt hiszem, hogy ezt így meg szabad fogalmazni, hát nyilván a szellem embereként azt mondja, hogy ez blőd, ez gagyi. Igen, de még a búcsú szava csodálatos az építésznek, mert ott megfordul neki, és annyit mondta, hogy hovászkodjon, hogy többé ne találkozzunk, és az ember csak ennyit mondta, hogy nem fogunk. Az csodálatos. Az nagyon jó. Ezt nem lehet nem szeretni. Tehát ja. Ezt nem lehet nem szeretni, ezt a párbeszédet. És már csak ez is mondom, hogy tök jó, hogy létrejött ez a film. És hát azért legalább ezen elgondolkodtat minket, hogy hát akkor mi kit választanánk, vagy te kit választanál, hogy mi itt a fontosabb, az emberiség, vagy a szerelmed. Hát nyilván itt ez az áldozat, tehát itt van az, hogy akkor, hogy fel tudod-e áldozni a saját szerelmedet adott esetben egy nagyobb, számszerűleg is nagyobb jóért, hogy megmentsd a bolygót. Hát nyilván ez most egy költői kérdés is, nehéz. Nehéz ez a dolog. De ugye az embernekben van valami, ami azt mondatná, hogy ha így távolról szemléled, akkor azt érzed erkölcsösnek, hogy nyilván, hogy feláldozod bárkidet az emberiségért. Tehát, hogy ez vagy egy ilyen belső hang ezt mondja, de biztos vagyok benne, hogy az emberek, hogyha ott lennének ebben a szituációban, akkor teljesen hülyén, tudod, ilyen érzelemből cselekednének. Egyébként még egy érdekes adalék, hogy volt az a tök jó börtönös film, az Elítéltje, a Stephen Dorffnak. És ott mondja a Val Kilmer, hogy ő az egész világot eltörölné, hogy visszakapja a családját. Igen, az egész világot lemészárolná akár. Igen. Az mennyire kemény, nem? Kemény, és nyilván tetszik is nekünk egyébként ott a Val Kilmer egy gyakorlatilag Oscar-díjas alakítást nyújt. Teljesen méltatlanul nem ismert. Nézzétek meg a csatornánkon van róla a videó. Mit akarok mondani, hogy hát igen, de egyébként azzal nem szabad azonosulni. Nem. Ezt nem is azért mondtam, mint persze. Az jó lenne. Csak érdekességképpen. Ha már te is mondasz egy ilyet, nekem is eszembe jutott két másik filmből való idézet, hát itt el kell gondolkoznunk egyrészt azon, amit a
Hazafi című filmben mond a, ugye a Mel Gibson, hogy apa vagyok, az elvek luxusáról lemondtam, tehát hogy ugye hát az embernek van egy szeretje, pláne egy gyereke, hogy gondoskodni kell róla, akkor itt megint nagyon érdekes, hogy most merre is mész a gyerekedért, de egy bibliai idézetet is mondhatunk, mert ugye az Ószövetségnek a szemlátomás ultra kegyetlen istene, ugye azt mondja az Ábrahámnak, ja, hogy akkor most öld meg a fiadat, és akkor maga meghatódik az, hogy az Ábrahám ugye ez képes, úgy tűnik, hogy képes lenne megtenni. Hát a másik idézet meg azért itt van az, hogy akkor, és ez mindenképp az a Konst architektnek a mondata, a fantasztikus Taylor Hackford filmből, a Ördögügyvédjéből, hát mondja az Al Pacino, hogy a szerelem tulajdonképpen nem más, mint egy tábla csokoládé. Tehát, hogy mi ez? Biokémiai szinten, hogy ő nem különbözteti meg ezt. És tény, hogy egyébként bizonyos előadások igazolják, hogy van a szerelem hormon. Ennek van egy neve, nem tudom mi a neve, majd valamelyikötök úgyis beírja, a szerelem hormon. Így is nevezik azt a hormont, aminek az a neve, hogy mit tudom, milyen icid, ami elmúlik. Na. Tehát ami, hogy kimúlik, és hogy én ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy én nem szeretem ezt ilyen szinten vinni egyáltalán. Erről egy másik remek videó szól, amit nem néztetek meg elegen, tegyétek majd meg, hogy megnézitek, az a cím, hogy meddig tart a szerelem, és a hibátlan Spotless Mindról szól, vagy Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Makulánálom örökre. Így van. Na mindegy, tény, hogy a Neo arra megy. Igen. És nem tudjuk, hogy ki merre menne ebben a kérdés. Hát mindenképp egy nagyon rossz, de kegyetlen, hogy ilyen elé van bárki téve. Azt milyen szar lett volna, hogyha abba az irányba megy, és mégis meghal a Trinity. Hát igen. És cserébe még az egész emberiséget is feláldozva. És itt tudod, így leesik a Trinity, és ne, hogy na bazd meg, és csak ennyit mond. De még tudod, így leveri a víz, amikor ezt így megtudja, és tudod, így megtudom, és akkor gyorsan elővesz a cukorkát, meg a kék, tényleg a kék. Nem, én a cukorkára gondolok, amit ja, a vízi kínálgatja, ilyen stresszemű bánt. Hogy megpróbál visszanyitogatni az architektet, és már nincs ott semmit, de nem nyílik ki. Hát igen. Ja, tény, ez tény. Na mindegy, jó ez a film, és To Be Continued-dal ér véget, és hát a mi videónk is To Be Continued-dal ér véget, mert hogy megyünk majd értelmszerűen a Matrix harmadik igen. részére. Veletek is próbálunk mindenkivel párbeszélni, bár sok a komment, de ez nagyon jó. És szerintem nagyon jó gondolataitok vannak erről, nekem is jó mindenre fölnyitja a szemem. Na jó, szóval a Matrix 3-mal jövünk vissza, aztán ez már valószínűleg akkor történik meg, amikor már ráfordulunk a Matrix 4-re, ja. amitől mi is félünk. Mire kijön ez, igen. Igen, sok ember írta itt, hogy tart attól. Hát mi is tartunk, mert azért az lehet, hogy a politikai indítatású Matrix lesz, aminek... Igen, bár én nem attól tartok, hanem csak attól félek, hogy nem tudják jól megírni ezt. Hát igen, az a másik. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy ez azért legyen még egy jó Matrix film. Ja, ja. Mert szerintem az a politikai fasság az egy-két perc lesz benne. Hát bízunk benne, Gyuri, azért ebben nem lehetünk teljesen biztosak. Na mindegy. Nem tudjuk még azt, hogy melyik másik franchise-ra térünk vissza. Ameddig ezt kitaláljuk, addig nézzetek szét az eddigi nagy univerzumainkban, mert hogy sok ilyen van. Terminator, Predator, Alien, Halálos fegyverje. Úgyhogy van sok. Keresztapa. Biztos nem láttátok, vagy nem mindegyikötök látta ezeket, úgyhogy nézzetek itt szét. Na akárhogy is, de néhány nap múlva újra itt. Sziasztok! Sziasztok.